Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok. December 29-e van Tamás névnapja. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak címszavakban. Kiemelt helyen szerepel az oktatás a Magyar Nemzeti Tanács 2024-es munkatervében. A testület mai ülésén módosították a költségvetést is. Nem változik az üzemanyag ára jövő péntekig. Lassan, de apad a Duna Budapestnél. Először tartottak újévi hangversenyt a Szabadkai Zsinagógában. Kiemelt szerepet kap az oktatás a Magyar Nemzeti Tanács 2024-es munkatervében. Egyebek mellett az iskolakezdő csomagok kiosztása, az iskolabusz program, a felsőoktatási ösztöndíjak, a pedagógusok szakképzése továbbra is fontos elemei a következő évnek. Hangzott el az MNT 10. rendesülésén. Az MNT idei 2023-as költségvetését ismét módosították, mivel változott a támogatások összege, de megvitatták a 2024-es költségvetést és munkatervet is, ahogy számos más intézmény is jóváhagyásra került. Akkor lehet egy erős nemzeti tanács, ha van egy erős VMS, mondta felszólalásában Fremond Árpád a december 17-i választások kapcsán. Az MNT elnöke kiemelte, a választásokra koncentráltak, így az oktatási és a kulturális stratégiák egyelőre nem kerültek elfogadásra, de igyekezni fognak, hogy a következő évben ezeket elfogadják. Az MNT idei utolsó ülésén a tanács 2023-as évi költségvetését ismét módosították. Ennek oka, hogy változtak a támogatások összegei. A Szerb Köztársaság és Vajdaság autonóm tartománya mellett a helyi önkormányzatok is támogatják az MNT munkáját. A helyi önkormányzatok támogatása 13.489.283 dinárról 14.670.833 dinárra növekszik. Az adományok és támogatások elnevezésű tétel 365.919.859 dinárról 418.481.447 dinárra emelkedik, amely a 2023-as évi felső oktatási ösztöndíjprogram és a történelmi egyházak szórványközösségi és közművelődési tevékenységeinek 2023 évi támogatása keretösszegének növekedése, valamint a szakma sztárvetélkedő megszervezésének támogatására és az óvodai hagyományápoló foglalkozások támogatása új tételként történő megjelenése következtében keletkezett. 2023-ban bővült a Szabadkai Vackor Magyar Iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény, kihelyezett tagozatot nyitottak Noszán, valamint mivel Szabadka város támogatja a magánóvodákat is, így a Vackor a várostól is számíthat támogatásra. Ennek értelmében az intézmény 2023-as pénzügyi tervét módosítani kellett. A Vackor 2024-es pénzügyi tervét is jóvá hagyták. Az év folyamán a kiadások racionalizálására törekedtünk, alkalmazottaink száma növekedett a tagozatnyitása véget, így ez maga után vonja a bérköltségek növekedését. Szolgáltatási költségeknél az eltérések a gazdasági helyzet okozta árnövekedések miatt alakultak ki. Legnagyobb eltérések a közüzemi díjak növekedéséből fakadnak, de növekedtek a kommunikációs szolgáltatások díja is. Noszai tagozat teljes felszerelését és működését is biztosítani kellett az indulás után. A Szabadkai Kosztolányi Dezső tehetséggondozó gimnázium kollégiummal bővülhet, valamint befejeződhet a Zentai Bolyai tehetséggondozó gimnázium és kollégium épületrésze. Utóbbi munkálatai 2024 elején kezdődhetnek, mondta Fremond Árpád. Az MNT elnöke ismertette a tanács 2024-es munkatervét. Hangsúlyozta, a következő évben kiemelt szerepet kap az oktatás. Jövőre ismét szeretnék megszervezni például a Suli Expót és az Edu Expót is. 2024-ben tervezzük a Magyar Szóházban megkezdett óvodai fejlesztéseknek a befejezését. Itt két bölcsödei és két óvodai csoportot szeretnénk kialakítani majd Újvidéken, különböző gyermekfoglalkozásokat is tervezünk, és lesz egy játszótér is majd a székház belső udvarában. Úgyhogy
azt gondolom, hogy ez egy óriási projektum, és ez prioritást kell, hogy élvezzen. A következő napokban, lehet, hogy a következő év elején már a közbeszerzés is le kell, hogy záruljon, és akkor történik majd meg a nyitás, és bízom benne, hogy valamikor az év első felében a munkálatok is megkezdődhetnek. Emellett oktatási intézmények igazgatóválasztási, valamint bizottsági tagcseréjének eljárását is jóvá hagyták. A híradó végén hosszabb interjút is láthatnak majd Fremond Árpáddal, az MNT elnökével a Híradó Pluszban. A gázolaj és a benzin maximális kiskereskedelmi ára nem változik a szerbiai benzinkutakon, közölte a Bel- és Külkereskedelmi Minisztérium. Jövő péntekig 1 liter dízelért, továbbra is legfeljebb 195, míg a benzinért 175 dinárt kell fizetnünk. A lakosság életszínvonalának megőrzése érdekében is tekintettel arra, hogy a piac helyzete továbbra is instabil, Szerbia kormánya 2023. december 31-ig korlátozta az olajszármazék. Lassan, de apad a Duna-Budapestnél. Ma reggel 671 cm-t mértek a magyar fővárosban, ami csak centikkel alacsonyabb az előrejelzetteknél. Az illetékesek szerint még várni kell arra, hogy a budapesti rakpartok biztonságosak legyenek. Az elsőfokú árvízvédelmi készültségi szint 620 cm. Ez alá várhatóan szombaton megy a Duna fővárosi szakaszának vízszintje. A Duna mostani áradását a folyó vízgyűjtő területein az utóbbi időszakban felhalmozódott nagy hóvízkészlet, a csapadékos idő és a felmelegedés okozta. Közben Újvidéknél árvízvédelmi készültség van, 493 cm jelenleg itt a Duna vízállása. A Szerbiát érintő szakaszon Apatinnál a legmagasabb a Duna vízállása 617 cm. Vajdaságban a Tisza mentén is folyamatosak az ellenőrzések, figyelik a folyó vízszintjét. Még nem tetőzött a Tisza, de a töltésekre figyelni kell, mert átnedvesedhetnek, meglazulhatnak. Törvénysértést követel, aki az utcán petárdázik. Akár 50-től 100 ezer dináros büntetést is kiszabhatnak arra a személyre, aki nem megfelelően használja a pirotechnikai eszközöket Szerbiában. Ágoston Gabriella jogász a Szabadkai Magyar Rádió műsorában beszélt ezen eszközök törvényes használatáról. Elmondása szerint nagyon fontos, hogy a szabályoknak megfelelően működő szaküzletben vásároljunk, és legyünk tisztában a használati utasításban leírt szabályokkal az eszközök biztonságos használata érdekében. A törvény értelmében csak az udvarunkban használhatunk petárdát és tűzijátékot, viszont még így is kötelesek vagyunk odafigyelni a zajkeltésre. Külön figyelmet kell fordítanunk házi kedvenceinkre, akik különösen érzékenyek az erős hanghatásokra. Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy igazából mi számít törvénysértésnek. Valójában a törvény így szabályozza, hogy aki a közbiztonságot és a polgárok biztonságát veszélyezteti, és nem csak veszélyezteti, hanem tulajdonképpen ők kárvallottak lesznek, mert hogy sérülést okoznak. És a sérülés ez nem csak fizikai sérülés lehet, hanem mondjuk mentálisan is, vagy pedig nem csak a kéz vagy az egyéb testrészek sérülése, hanem hallássérülés. Nagyon sok eset van, hogy ezek után gyerekek, fiatal gyerekek hallássérülésben szenvednek. Valamivel 13 óra előtt a tiltakozó egyetemisták lezárták Belgrádban a Milos Fejedelem és a Bircsenin utcák kereszteződését. Előzőleg délben gyülekeztek az Államigazgatási és Önkormányzati Minisztérium épülete előtt. Ott döntöttek úgy, hogy lezárják az útkereszteződést és blokkolják a forgalmat. Szándékuk, hogy 24 órán át, tehát szombaton délig ott maradnak, csak a mentőautókat fogják átengedni. Az egyetemisták, akik már napok óta tüntetnek és korlátozzák a forgalmat, a 24 órás útlezárás után csatlakozni szándékoznak a Proglász bejelentett tiltakozásához.
Intézzük időben fontos ügyeinket, ugyanis a következő napokban ünnepi nyitvatartással dolgozik a legtöbb közvállalat, intézmény és egyéb szolgáltató Szabadka környékén. Ezeken a napokon szünetel a szemétszállítás, módosított menetrenddel közlekednek a Subotica Transz autóbuszai, illetve a legtöbb üzlet és rövidített nyitvatartással dolgozik december 31-e és január 2-a között. Jó hír, hogy január 1-én és 2-án ingyen parkolhatunk a városban. Emellett, ha még nem tettük, az ünnepi menühöz is bevásárolhatunk a hétvégén. Előtte viszont tájékozódjunk az adott üzlet nyitvatartásáról. Boldog új esztendőt kíván minden polgártársának dr. Pásztor Bálint, Szabadka város képviselőtestületének elnöke. Szerkesztőségünkhöz eljutatott köszöntőjében jó egészséget, kitartást és bizakodást kíván a mindennapokhoz. Szabadka város képviselőtestületének nevében minden polgártársamnak boldog új évet kívánok. Jó egészséget, kitartást a mindennapokhoz, bizakodást céljaik megvalósításához. Legyenek büszkék arra, amit elértek, és örüljenek minden apró sikernek. Kihívások persze mindig vannak. Világunkat számos gond terheli. Közéleti szerepvállalásunkkal azon dolgozunk, hogy városunk olyan hely legyen, ahol jó élni. Az új évben, új erővel ezt kívánjuk folytatni. Legyen olyan az új év, amelyben a sok munka sok eredményt hoz, személyes és közösségi javunkat gyarapítva. Boldog 2024-es esztendőt! Újévi fogadást tartott a Városháza média központjában Sztefán Bákét Szabadka polgármestere a helyi médiumok képviselőinek. A polgármester hangsúlyozta, hogy bár az évet globális válság és háborúk nehezítették, ennek ellenére Szabadka önkormányzata nagyon sikeresnek mondhatja az elmúlt időszakot, amely a városi költségvetés történelmi pénzügyi stabilitásának éve volt. Ezt tette lehetővé több beruházás és projekt megvalósítását a városban. Bákét hozzátette, büszke az önkormányzat munkájának átláthatóságára és törvényességére is, amit az Állami Könyvvizsgáló Intézet értékelése is bizonyított. A polgármester minden szabadkai polgárnak és újságírónak boldog, sikeres új esztendőt kívánt. A polgároknak megköszönte, hogy türelmesen viselték az útlezárásokat az elmúlt hetekben. Moji Subotičani su imali razumevanje za to. Znaju da i prepoznali su, kao što sam i uvijek naglašavao, da su odgovorni, politički zreli i da su prepoznali naš trud i rad. I zato ih ja mnogo volim i poštujem. Da se zahvalim vama medijima koji ste dali ogroman doprinos zbog svog profesionalnog, odgovornog rada, što ste brzo i blagovremeno izveštavali subotičku javnost i ono što je najbitnije, što ste znali da prepoznate šta su činjenice, a šta su poluistine i nagađanja. A tartományi kormány és a saját nevében boldog és sikeres 2024-es évet kívánt a polgároknak Igor Mirovics. Az új év teljen egészségben, békességben, örömökben és valósuljanak meg a kitűzött céljaink áll a tartományi kormány elnökének köszöntőjében. Hiszek abban, hogy Szerbia gazdasági fejlődése folytatódik és még sikeresebb lesz jövőre, írja. A mi vajdaságunk az egység, a szolidaritás, a haladás és az egymás iránti tisztelet és a gazdasági fejlődés szimbóluma marad. Fogalmazott a tartományi kormány elnöke. Sikeres támadást hajtott végre Ukrajnára az orosz fekete-tengeri flotta egy újabb hajója ellen, adta hírül az ukrán és az orosz sajtó is. Az ukrán haderő egy brit gyártmányú Storm Shadow cirkáló rakétát vetett be egy a Krémben horgonyzó deszanthajó megsemmisítéséhez. Az egész hajó felrobbant, ebből arra lehet következtetni, hogy a rakomány javarészt robbanóanyagokból állt. Moszkvában nagy felháborodást keltett az eset, elsősorban a brit vezetésre neheztelt
felelnek, mivel a Pravda című orosz lap szerint a célkoordinátákat is ők szolgáltatták. Erre válaszul az oroszok több ukrán város ellen is támadást intéztek. Sikerült teljes mértékben elfoglalniuk Marinka városát, amit nagy erőkkel védtek az ukránok. Az orosz vezetés kijelentette, hogy további céljuk Nyikolajev és Odessa ostroma. Sajtóhírek szerint Ukrajnában további 450-500 ezer ember terveznek mozgósítani, mivel nagy lőszer és emberhiány jelentkezett. Folytatódnak a fegyveres összetűzések Izrael és a Hamas között. Az izraeli erők a gázai övezet középső és déli részében indítottak újabb támadásokat. Az ejtőernyős brigád katonái a Hamas alagútrendszerének több bejáratát is felfedezték. Az izraeli hadsereg vezetői elismerték, hogy nem szándékosan kárt okoztak a közép-gázai magazin menekülttáborban. A palesztin hatóság hangsúlyozta, hogy a tábort ért 4 nappal ezelőtti támadások során legkevesebb 70 ember halt meg. Az Egyesült Nemzetek szervezete felszólította Izraelt, hogy azonnal szüntesse be a palesztin lakosság elleni erőszakot. Main állam demokrata vezetése úgy döntött, hogy Donald Trump jövőre nem indulhat az elnökválasztáson az államban. Ez azonban még egyáltalán nem biztos, hogy így maradhat. A döntést az alkotmány 14. kiegészítésével magyarázták, amely szerint olyan személy nem indulhat a választáson, aki lázadásban vett részt, utalva ezzel Trump állítólagos szerepére a Kapitólium ostromában. Main állam ezzel Colorado hasonló döntéséhez csatlakozott volna, ott azonban egy fellepezést követően a volt amerikai elnök neve mégis szerepelni fog az elnök választáson indulók listáján. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó folytatásában. Nappali bulikkal, koncertekkel készülnek az újvidékiek szilveszterre. Rászoruló gyerekeknek osztottak csomagokat Zentán. Szabadtéri koncertek, utcabál, lézer, sófergeteges nappali és éjjeli bulik. Aki Újvidékre készül szilveszterezni, a bulik szervezői és a kávézé tulajdonosok szerint felejthetetlen élményre számíthat, sőt, még a pénztárcája mélyére sem kell nyúlnia túlzottan. A koncertek, a nappali bulik zöme ingyenes. Idén minden bizonnyal elmarad a szilveszteri tűzijáték Újvidéken. Ehelyett lézersót szerveznek Tesla tiszteletére Pétervárad több helyszínén. Ezen kívül ugyanitt számos koncertre látogathatnak ki az érdeklődők. Továbbá Újvidék szerte zsúrokon, bulikon lehet bevárni az új esztendőt, akár nappali vagy éjjeli bulikon. 7. alkalommal szervezi meg a városban a nyilvános szilveszteri rendezvényeket az Újvidék Európa Kulturális Fővárosa Alapítvány. Az egyiket december 31-én, a másikat pedig január 13-án. Az utóbbit Újvidék szerte mintegy 40 helyszínen, míg a korábbit Péterváradon, ahol Tesla fénygaléria elnevezéssel adóznak Újvidék első díszpolgára előtt. A fény- és lézer installációk számos vizuális művész munkái. Ezek a vár alapzatánál, a várba vezető lépcsőkön és az óránál lesznek majd láthatók. Očekuju nas i mnogobrojni koncerti u okviru 31. decembra, gde će na 3 muzičke bine u Novom Sadu te večeri gosti biti bendovi kao što su Party Breakers, Elemental, Butch Cassidy, Ljubičice, zatim stižu i DJ-evi Dejan Miličević, Frank Roger i mnogi drugi. A kávézók és klubok árai szilveszterkor elég magasak. Általában előre kell helyet foglalni, sőt a belépés sem díjtalan. Az a novu godinu će biti malo drugačije, bit će neka cena karte, uz to će imati konzumacija pića, isto ćemo raditi sa DJ-evima. Hrana? Hrana nema. Mi smo klub, pa nemamo hranu. Koliko ste otprilike popunjeni sa dnevnom i sa novogodišnjom žurkom? Pa sa dnevnom smo popunjeni otprilike jedno 70%, a nova godina tako 60% otprilike. Nismo još pun kapacitet popunili sve.
Az egyik újvidéki kávézó már 30 éves hagyománnyal rendelkezik a nappali újévvárások tekintetében. Az elsőt még véletlenül 1995-ben tartották, és azóta töretlen a népszerűsége. Este nem is szerveznek már itt bulit. Mi organizujemo dnevnu žurku sa startom od 12 sati, zapravo u podne, kada će bend biti postavljen, živa svirka je u pitanju sa bendom u punom sastavu, sa dva vokala, muškim, ženskim. Ćole bend nastupa kao i prethodne 3 godine kod nas. Lokal radi redovno od 7 ujutru. Žurka traje do 7-8, dok se gosti ne raziđu i ne nastave sa svojim večernjim proslavama. Különböző programok, ingyenes koncertek és műsorok, valamint a helyszínen megvásárolható finomságok és a nélkülözhetetlen forralt bor tökéletes hangulatot varázsolhat azok számára, akik Újvidék mellett döntenek szilveszter éjszakáján. Több mint 100 tíz csomagot osztottak szét ma rászoruló gyerekek részére Zentán. A helyi Rotary Klub nagyban hozzájárult az akció sikerességéhez, annak érdekében, hogy szebbé tegyék a kicsik ünnepét. Péntek délelőtt tartották meg a csomagosztást Zentár, melynek fő támogatója a helyi Rotary Klub. A legkisebbek örömmel várták a télapót és vették át tőle a csomagokat. Miért szerettek ide járni? Mi szokott lenni a csomagban? Mit vártok ma? Néha édesség, néha valami. Tetszeni szokott ez a csomag? Igen. Mi az, ami a legelőször elfogy a csomagból? Mi a kedvenced? A csoki. A Zentai Szociális Központ állította össze azon gyerekek listáját, akik édesség csomagban részesülhettek. A deca koja će dobiti ovaj paketiće su deca bez roditeljskog staranja, deca koja su hronično bolesna i oni koji dolaze iz materijalno ugroženih porodica. A Zentai Rotary Klub a helyi karácsonyi kavalkádon is jelen volt, ahol adományokat gyűjtöttek. Ezekből tudták megvásárolni és összeállítani a csomagokat. Tehát az adomány azért, mert vannak, sajnos vannak ezek a pici gyerekek, akik valamilyen okok végett nem tudnak kapni a télapótól, a Jézuskától, a Mikolástól csomagot, és öröm látni őket, mikor egy pici ajándékhoz jutnak. Örül a szívük, örül a lelkük, és mi úgy gondoljuk, mivel a Rotary Klub előtt szól, hogy adományozunk, ez egy nagyon nagy dolog számunkra. A gyűjtést és a csomagosztást már harmadik alkalommal szervezték meg. 119 éves a Rájhal Palota. Ennek alkalmából mutatták be a Ha a Palota mesélni tudna című képeskönyvet csütörtök este a Szabadkai Kortárs Galériában. Most szerb nyelven mutatták be a könyvet, magyar nyelven január 22-én a Magyar Kultúra Napján tartanak előadást. A képeskönyvet Takarics Róbert írta, Jaszmina Jovancsics Vidákovics szerkesztette, a mesés illusztrációkat Larissa Ivánkovics készítette, az ismertető szövegeket pedig a galéria kurátorcsapata végezte. Itt Rájhal Ferenc két kislánya játssza a főszerepet, illetve a nagyobb kislány Ilma meséli az ő történeteiket, az ő élményeiket. Ugye ez egy családi ház volt, tehát ugye itt laktak 4 éven át, és akkor azokat az élményeit eleveníti fel, amíg ugye ebben a házban laktak, illetve még olvashatnak nagyon sok információt is, tehát konkrét adatokat is a Rájhal Palota életéből. Tehát ugye jövőre ünnepeljük a 120. évfordulóját, igazából ez már ugye azt az ünnepet, illetve azt az egész éves ünnepségsorozatot jelzi. Először tartottak újévi hangversenyt a Szabadkai Zsinagógában. A Pneuma Quartett és két szólistája klasszikus zene gyöngyszemeiből, Rossini, Puccini és Mozart műveiből válogattak. Több mint 1000-en látogattak el a Zsinagóga Alapítvány első újévi koncertjére Szabadkán. Illés Hajnalka programkoordinátor azt mondta, ezt a tematikus koncertet az alapítvány számos más programjához hasonlóan a hagyományteremtés igényével szervezték meg.
hogy a szabadkai zsinagóga varázsereje, és az, hogy ugye amellett, hogy a leglátogatottabb idegenforgalmi látványosság a városban, ugye az idén túl tettünk az eddigi számokon, tehát több mint 20 ezer látogatónk volt, plusz ugye a vendégeink, plusz a hangversenyeken ugye a publikum, és tehát 35 ezer ember a zsinagógában idén volt. És az, hogy az év utolsó napjainban most még 1200 ember szeretne egy gyönyörű zenei élményt, ez egy gyönyörű visszajelzés. Alexandra Usumovic részt vett az újévi koncert megszervezésében, ő másodszor énekel a zsinagógában. Sveyestvarno predivno sa i sa one strane Bine i kao izvođač i kao slušalac sigurno u ovom ambijentu mora da bude predivno. A két énekesnő sok éve dolgozik együtt, ezt az ünnepi összeállítást másodszor adják elő. Újvidék után most Szabadkán léptek fel. Kada je u pitanju ovako jedan novogodišnji božićni koncert, vrlo je važno da obratimo pažnju na to što će publika voleti, što će se njima dopasti, konkretno neke numere koje su već poznate. A koncert nem csak zenei élményt kínál, hanem az ünnepi összetartozás érzését is megteremtette. A szervezők jövőre is számos programot ígérnek. Mégsem lesz brazil szövetségi kapitány Carlo Ancelotti, az olasz tréner ugyanis ma a szerződést hosszabbított aktuális klubjával, a spanyol Real Madriddal. Bár a brazil labdarúgó szövetség elnöke Ednaldo Rodriguez már júliusban bejelentette, hogy 2024 nyarán a Real Madrid olasz vezetőedzője Carlo Ancelotti lesz a Seleção szövetségi kapitánya. Most a szakember két évvel meghosszabbította a királyiaknál lejáró szerződését. Ancelotti először 2013 és 2015 között volt a Real Madrid vezetőedzője, majd 2021-ben tért vissza a csapathoz, amellyel a bajnokok ligáját és a klubvilágbajnokságot is kétszer nyerte meg. A 2013-2014-es kiírás után pedig az év legjobb klubedzőjének választották. Ancelotti eddig 10 trófeát nyert a spanyol csapattal. Az MNT 2024-es költségvetésének 70%-át az oktatásra fordítják, mondta Fremond Árpád a Magyar Nemzeti Tanács ülését követően. Az MNT 2023-as évi költségvetésének módosítása szükséges volt, a következő évi költségvetést és munkatervet pedig összhangba hozták, mondta az MNT elnöke. Utoljára ülésezett idén a Magyar Nemzeti Tanács a 10. rendes ülés napirendjéről, az MNT elnökét, Fremond Árpádot kérdezem, jó napot kívánok! A napirendi pontok között szerepelt a 2023-as költségvetés módosítása is. Miért volt erre szükség, illetve 2024-ben milyen költségvetésre számíthat a Magyar Nemzeti Tanács? A költségvetés módosítások azért fontosak, mert igazából az elköltött pénzeket, az álszámadást úgy tudjuk meghozni, hogyha összhangban van a költségvetésünk a pénzek elköltésével, tehát a pénzek elköltését teljes egészében össze kellett, hogy hozzuk. Apró módosításokról és változtatásokról van szó. Érkezett még az utolsó pillanatban is támogatás, akár az anyaország részéről is. Nekünk ezeket be kellett építenünk a költségvetésünkben, hogy a jövő évben a zárszámadásunk, illetve a 2023-as évet, amikor lezárjuk, akkor gyakorlatilag pontos számadatokkal rendelkezzünk. A 2024-es évben a költségvetésünk mindegy 1 milliárd 411 millió dinárt tesz ki. Azt gondolom, hogy ez egy reális költségvetés, amelyet meg tudunk majd valósítani, és nagyon fontos az, hogy komoly pénzeszközök vannak, amelyeket át tudtunk hozni a következő évre. Ez abból kifolyólag történt, hogy gyakorlatilag késve érkezett meg bizonyos támogatás, vagy bizonyos támogatások késve érkeztek meg az év során, illetve az átcsoportosításokra nem kaptunk jóváhagyást, csak most decemberben, és ez azt tudja majd eredményezni,
hozni ez a költségvetés, hogy jó néhány olyan nagy projektet, amelyet elkezdtünk, illetve amely be volt tervezve, azt ki tudjunk fizetni és le tudjunk zárni majd a 2024-es évben. Fontos volt számunkra, hogy a munkatervvel összhangban hozzuk meg a költségvetést, tehát amilyen a munkaterv 2024-es évre vonatkozóan vannak új programok, azok költségvetésileg is szerepelnek tételként a Magyar Nemzeti Tanács költségvetésében. Ilyen például a Suli Expo-nak a megszervezése, vagy az Edu Expo-nak a megszervezése is az elkövetkezendő időszakban. Az újságírói díjak kapcsán hoztunk döntést, hogy ezeket is támogatni fogjuk majd a következő évtől, ezeket is be kell, hogy tervezzük. Vannak olyan konferenciák, vannak olyan rendezvények, amelyek eddig nem kerültek megszervezésre, vagy képzések, amelyek, vagy a média találkozó, amelyet most beterveztünk a 2024-es évre vonatkozóan, és gyakorlatilag vannak olyan nagy projektek, amelyek most kezdődnek majd el, például Újvidéken a Magyar Szó Székháznak a felújítása, átépítése, amely egy óriási projekt, és ennek a támogatása is gyakorlatilag szerepel a költségvetésünkben, de ugyanúgy az oktatás területén is, más területeken is olyan fontosabb projektumok vannak betervezve, amelyek fontosak a közösségünknek megmaradása szempontjából. Ugye, hogy elhangzott most is, és az ülésen is az oktatás kiemelt szerepet kap, majd a Suli Expo, Edu Expo mellett mire számíthatunk még 2024-ben az oktatás terén? Nagyon fontos a szakkollégiumi rendszernek a bővítése, és a Szabadkai Kosztályi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumnak van egy diák otthonra való fejlesztése, tehát diák otthonnak egy továbbfejlesztése, tovább gondolása. Ezt a projektet mindenképp szeretnénk támogatni, hiszen azt látjuk, hogy olyan 100-120-130 magyar gyermek van, aki nem tud az egyetemista otthonokba, vagy a középiskolai kollégiumokba nem tud bejutni az év során, és azt gondolom, hogy ezzel a projekttel itt Szabadkán elő tudnánk segíteni azt, hogy még többen ide iratkozzanak, vagy itt is maradjanak, hiszen sok esetben azt látjuk, hogy a szakkollégium nagyon fontos a szülők, a családok számára, hogy gyermeküket biztonságban tudják, az összekötetések, az utazások megszervezése az nem mindig egyszerű, ezért a szakkollégium rendszernek a bővítése az nagyon-nagyon fontos lesz a következő évben is. A Zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban is egy kollégiumi fejlesztés lesz majd, illetve a topolyai fejlesztésünk a közösségi háznak az építésében is kap még egy kollégiumi rész is helyet. Ennek a munkálatai folytatódni tudtak, és azt gondolom, hogy erre is oda kell figyelnünk az elkövetkezendő időszakban. Valamint természetesen talpon kell tartani az intézményeinket és a fejlesztéseket is, a kiemelt jelentőségű intézmények tekintetében is folytatni kell. Úgyhogy az oktatási rész a költségvetésnek a legnagyobb része tételesen, és ide fogjuk a legtöbb pénzt a következő évben is befektetni természetesen. És még csak röviden, mit emel neki a 2023-as évből, hogyan tekint vissza erre az évre az MNT? Arról beszéltünk, hogy a Magyar Nemzeti Tanács számára a 2023-as év a stratégiák éve, és el tudtuk fogadni a tájékoztatási stratégiánkat, és a közvitát is le tudtuk folytatni. Sikeresen lefolytattuk az oktatás és a kultúra területén is a közvitákat. Jött közbe a választás, ezért fontos volt az, hogy gyakorlatilag itt a stratégiák kidolgozása, véglegesítése az most itt a 2024-es év elejére maradt, ezért, de mindenképp szeretnénk az, hogyha a 2024-es év első felében az oktatási és a kulturális stratégiák is elfogadásra kerülnének, de a legfontosabb az, hogy például a közvitákat, azokat le tudtuk folytatni, és hogy jó hangulatban teltek ezek a közviták, mindenki elmondhatta a véleményét, mindenki elmondhatta, hozzászólhatott az észrevételeit, és igyekezni fogunk a bizottságok által beépíteni ezeket az észrevételeket a stratégiába, és nekünk az lesz a fontos 2024-es évben is és a későbbi években is, hogy ezek a stratégiák mentén valósítsuk meg a programokat, illetve keltsük életre a vajdasági magyarok kulturális autonómiáját. Azt gondolom, hogy egy sikeres választásokon is túl van a vajdasági magyarság. Ez a Magyar Nemzeti Tanácsot csak meg tudja majd erősíteni, hiszen egy erős vajdasági magyar szövetség frakció Belgrádban vagy akár Újvidéken, az csak erősíteni tudja a Magyar Nemzeti Tanácsot is, és én abban bízom, hogy az együttműködés gördülékeny és jó lesz az elkövetkezendő időszakban is ezekkel a frakciókkal, a VMS-szel, és így sikerül majd megtartanunk továbbra is a vajdasági magyar közösséget közösen. Köszönöm szépen! A Híradó Plusz Dobó Engi Florinda tudósította.
Eddig tartott a híradó, érkeznek még egyszer a nap kiemelt híreit címszavakban. Kiemelt helyen szerepel az oktatás a Magyar Nemzeti Tanács 2024-es munkatervében. A testület mai ülésén módosították a költségvetést is. Nem változik az üzemanyag ára jövő péntekig. Lassan, de apad a Duna Budapestnél. Először tartottak újévi hangversenyt a Szabadkai zsinagógában. Köszönjük, hogy velünk tartottak, ha még több hírt olvasnának, keressék fel a panonrtv.com-ot. Minden jót, a viszontlátásra!